Köszönjük a Kölcsei Televízió nézőit, ismét itt vagyunk a receptkönyvvel, és ahogy már megszokhatták, Katonka Niki kolléganőmmel főzünk együtt, és a mai étel, amit elkészítünk, egy nem túl bonyolult, de mindenképpen magyar étel, a borsos tokány lesz, és akkor Niki el is mondja, hogy melyek a szükséges hozzávalók. Köszöntök én is mindenkit! Szükségünk lesz hozzá sertéscombra, szalonnára, amit megtettünk hozzá egy kis sertésírt, hagymára, bors, majoránna só, paradicsom, paprika, de mi lecsót fogunk használni, ugye, amit előre megfőztünk. Ami gyakorlatilag ugyanaz, hiszen a lecsó paradicsom és paprikából készül. Liszt egy kis sűrítéshez, meg vízre. És bár lehet enni nokedlivel, vagy bármilyen tésztával is, a borsos tokányt mi most rizssel fogjuk elkészíteni, úgyhogy a rizs lesz hozzá a köret. És ami a legfontosabb, hogy a legnagyobb különbség mondjuk a magyaros pörköltök és a tokány között, hogy mint észrevehették, paprikát nem használunk, borsot használunk hozzá, ezért a neve a borsos tokány. És szerintem kezdjük is el, mégpedig első lépésként a szalonnát pirítjuk meg egy picit, okay. Oda is adom a eszközt. Én pedig addig felvágom a hagymát, mert a következő az lesz, mikor már picit szépen pirul a szalonna, hogy jön rá a hagyma. Vágom össze a hagymát, ami gyakorlatilag minden magyaros étel alapja, bár van olyan, ahol nem tesznek a tokányba hagymát, és a tokány elnevezés pedig majd a húsnál látszik, hogy a vágás módja adja, mert ugye a klasszikus pörkölteknél kockára, különböző méretű kockákra vágjuk a hús, a tokány pedig a rostokra merőlegesen ilyen 4-5-6 centi hosszú csíkokra lesz vágva, picit még az odév van. Ennek az eredetét pedig azt mondják, hogy valamikor, ugye tudjuk, hogy a magyarok sokat kalandoztak, és ha lehet hinni a leírásoknak, nyereg alatt puhították, aztán szárították a húst, amit felvágtak vékony csíkokra. Ezt vették át később a pusztai emberek, a pásztorok, mert így lehetett tartósítani, és később vízbe téve puhult meg a hús, és akkor úgy lehetett megfőzni. Tehát ez volt, ha minden igaz, ez a tokányra vágás, és ezért is hívják ezt az ételt tokánynak, közben lassan elkészülök a hagymával. És ezt nem csak így készítik, hanem van, aki borsóval, igen, van, aki pedig csemegeuborkával készíti ezt. Igen, 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 igen. Hát különböző változatok vannak, mint hogy gyakorlatilag minden ételnek megvannak a még a legmagyarosabb, amit már korábbi műsorban is említettünk, ételeknek, a töltött káposztának is gyakorlatilag régiónkénti változatai vannak, és vannak mondjuk az országnak olyan területei, ahol nem is nagyon készítik, legfeljebb ételembe fogyasztják el. Ez már teljesen jó, én akkor ezt át is veszem tőle. Igen, azt rak rá, és én pedig átállok a húsra. Vannak olyan vélemények is, hogy a török területekről, Erdélyen keresztül került Magyarországra a tokány, és igazán a 19. században lett a magyar konyha teljes jogú része. És majd meglátják, hogy a pörkölteknél az alapszín ugye a piros, de a tokánynál a bors adja majd a színt, nem pedig a paprika. És ezért egészen más színe lesz. Próbálom olyan szeletekre vágni, amit mondtam, és merőlegesen a rostokkal. Nálatok gyakori, vagy egyáltalán szoktatok ilyet készíteni? Szoktunk, de mi ezt a csemegeuborkás változatot, hogy gyakorlatilag ugyanez, viszont mi teszünk bele paprikát, őrölt paprikát, meg a végén, amikor már majdnem kész a hús, csíkokra vágott csemegeuborkát. És az ad neki egy speciális ízt, gondolom. Nálunk gyakrabban, én ugye Szatmárból származom, ott nem igazán volt
gyakori ez az étel, inkább a pörkölt jellegű ételek voltak azok, amelyeket gyakrabban csináltak. De egyébként most itt egy konyhában készítjük el, de gond nélkül el lehet képzelni, uh-huh. hogy egy nyári főzésnél bográsban készül el, és igazság szerint elvileg egy jó óra alatt készeszed az ételt, tehát olyan túl sok időt nem is veszel a ember életéből. Következő lépésként pedig majd a fűszerezés lesz. Mondtani ki a sót és a borsot, valamint a majoránnát, mert azt sem raknak mindenütt bele, de elvileg az eredeti receptekben ott van a majoranna. Ugye lehet, hogy azért is a bors lett itt a befutó, mert elvileg sokkal régebben használták Magyarországon, mint a paprikát. Ugye a paprika, mint fűszernövény később került be a köztudatba és a konyhákba. És ez kerül rá most a szalonnás hagymás alapra gyakorlatilag, és fehéredésig sütjük egyelőre, és közben só, bors és majoranna is mehet. Akkor ezt rájöttön, okay. Megkevered? Igen. Jó. Néz ki. Ezt elrakjuk ide. Nagyon jó. És utána majd szerintem cserélhetünk, hiszen miközben ez szépen fehéredésig pirul, pontosabban fehéredik, addig elkezdett készíteni a rizst. És kérdés, hogy milyen módon, mert én többfélét csináltam már, vagy többféleképpen. Van, hogy egy pici hagymát teszek alá, de van én is, hogy egy pici zsíron vagy olajon megpatintom, és utána főzöm, de volt már olyan is, hogy csak teljes natur, uh-huh. semmit nem hozzátéve. Én most ezt a verziót választom, a natur rizst. Tettem oda egy kis helye, szerintem én átjövök olajat, ide, és akkor majd edénybe, kevergetem. Amit megmelegítjük. És hát most két bögre rizset mértem ki, és ahhoz dupla annyi vizet fogunk használni, és sóval fogjuk fűszerezni. És meddig kell főzni? Igen, nem? Igen. És akkor utána még lefedjük, hogy teljesen megpuhuljon a rizs. Tokájnál is az lesz majd a lényeg, hogy elfője a levét, uh-huh. és akkor egy olyan állaga legyen, ami se nem száraz, se nem lében úszik. De egy szaftja lesz, így van, meg a mondom a bors miatt a színe jó. Nem piros lesz, hanem barnás, okay. közben ezt kevergetem. Miután ez megvan, jöhet rá a paprika paradicsom, ami ez esetben lecsó, de egyébként télen sokkal, vagy sokszor célszerűbb egy lecsót használni, hiszen nem biztos, hogy a paprikának és igen. a paradicsomnak olyan íze van, mint mikor nyáron ezt elraktad. Most akkor én ezt rá is teszem, okay. elkeverem, és utána felöntjük vízzel. És a lényeg az, hogy szépen főjje el majd a levét. Ez itt összetörjük a paprikát. Közben a rizs is kezd főni. Rápillantok az órára, gyakran fél órája kezdtük el, úgyhogy mondtam, hogy az elvileg, ahogy a hús megfelelően megpuhul, kész is lesz, és addigra a rizs is készen lesz, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez egy mondjuk egy órás étel. Még nem öntöm rá, engedem, hogy egy picit főjön ebben a lében. Egy kis kanalat veszek és megkóstolom a levet.
pontosabban kettőt, mert nem is megkóstolom. Jancsika szeretné. Kóstolj meg. Nagyon finom. Ha nem sok víz kell, annyi vizet kell ilyenkor ráönteni, hogy ellepje a húst. Ez a lé még nem lepi el teljesen, úgyhogy öntünk rá egy kis vizet, és szép türelmesen, mondjuk ez már ellepi, szép türelmesen főzzük, amíg le nem sül. Mivel tettünk rá egy pici vizet, és hogy megkóstoltam, jó volt az ízösszeállítás, most egy picit utána fűszerelünk, nagyon picit mindenből, és később lesz még egy kóstolás. Majoránnak nem teszek, sót és borsot, hiszen legyen nagyon jó borsos tokány, oké. Eltelt az említett egy óra, közben láthatják, majd elkészült a köret, a rizs is, és láthatják az állagát a tokánynak, hogy milyen. Viki, légy szíves, kevernek, hogy látszódj, hogy most már nem vízben, hanem egy szagban van, de még teszünk arról, hogy sűrűbb legyen a szag, úgyhogy egy pici liszttel még besűrítjük, és akkor, ha rottyan egyen, kész is lesz gyakorlatilag. Jó, akkor én teszek ebben egy kis lisztet. Túl sokat nem kell, az elég is igaz? Nagyjából. Hát még picit, egyen. Jó, jó. Oké. Teszünk egy kevés vizet. Azzal csomómentesíted. Igen. És most még. Jó, és akkor a szaftjából szedünk. Egy picit. Ez azért kell, hogy ne legyen csomós, igaz? Hogy ne forró szavtal találkozzon a víz. Így már egy picit más lesz. Jó. És akkor mehet bele. Úgy adom esetleg a fanalat, ezzel is tudod, de gyakorlatilag a nagyot belehúztad. Jó, és itt már elég annyi, hogy harottyan egyet, ugye? És ennek ilyen állagúnak kell lenni. Egyszer-kétszer, picit utána kellett közben tölteni vízzel, de meg kell várni, míg a hús teljesen ehető állapotba kerül, nem mondom, hogy vajpuhára, mert az sem igazán jó, ha túl omlós. De ezzel gyakorlatilag készen is vagyunk. És akkor most már lekerültek az ételek a főzőlapra, úgyhogy jöhet a tálalás. Először ugye a köret feltételezem. Parancsolj! Akinek tetszett, amit ma készítettünk el, akkor nyugodtan kövesse a példánkat, készítsen egy ilyen borsos tokányt. Láthatták, hogy nem túl bonyolult étel, viszont nagyon finom. Mi közben kóstoltuk, és biztos vagyok benne, hogy egészében is nagyon finom lesz. Úgyhogy köszönjük a figyelmüket, jó étvágyat hozzá, viszontlátásra! Jó étvágyat mindenkinek!